A devizahitelek megmentése miatt nem tart bankcsődöktől Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter szerint kivétel volt, hogy a német tulajdonosa eladta a magyar államnak az MKB-t. Varga Mihály azt mondta, a külföldi tulajdonosoknak eszük ágában sincs kivonulniuk a magyar piacról. A híradónk által megkérdezett közgazdász szerint nem volt jó üzlet a bank megvásárlása, mert a pénzintézet vállalati ügyfelei távozni fognak. Célunk az, hogy működőképes, erős, hitelezésben aktív bankrendszer jön létre. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter mondta ezt a minap annak kapcsán, hogy az állam 55 millió euróért megveszi az MKB-t. A Világgazdaságnak adott interjújában kivételnek nevezte a bank német tulajdonosának kivonulását, ugyanis szerinte a külföldi tulajdonosok sorra nyilatkoztak arról, hogy eszük ágában sincs a magyar piacról távozni. Az MKB eladása azért kivétel, mert a Landesbank uniós kötelezettségnek tette leget. 2008-ban feltőkésítette a Magyar Leánybankot a bajor kormány, és az unió ezt úgy hagyta jóvá, hogy 2016-ig el kell adnia a pénzintézetet, mondta a miniszter. A GKI elnöke a Startban az új állami bank jövőjét firtatta. Azt gondolom, hogy a külföldi partnerek egy jelentős része el fog menni a banktól, hiszen senki nem szereti, hogyha az állam belenéz túlzottan sok mindennyébe. De ugyanezt fogják tenni a magyar jelentősebb üzleti szereplők is. Bár szerinte a banknak van egy rosszul sikerült ingatlan portfóliója, előnye, hogy a vállalatok hiteleinek több mint 10%-át kezelte. Ám Vértes András szerint ezen ügyfelek egy része elpártol majd a banktól. Azt remélni, amit Varga Mihály mondott, hogy uram, bocsán, másfél-két év múlva majd jó áron ezt el lehet adni, hát ez nem nagyon valószínű, mert a partnerek el fognak menni. Varga Mihály miniszter arról is beszélt, hogy ősszel rendezheti a parlament a devizahitelesek ügyét. Ehhez pontosan meg kell határozni az elszámolás módját. Vannak még tisztázatlan kérdések. Ezek között említette az árfolyamgát rendszerébe belépők törlesztő részletének visszaszámolását. Majdnem két hétre az előjegyzés betelt. Lénád Marian éppen arról beszélt híradónknak, hogy a banki hitelkárosultjainak egyesületénél folyamatosan érdeklődnek a devizahitelesek, mert nekik is van számos kérdésük. A legtöbb ügyfél nem tudja, hogy milyen kamatokkal és milyen árfolyamon számítják át forintra a hiteleket. A legtöbb ügyfél attól fél, hogy nem lesz elég jövedelme ahhoz, hogy a továbbiakban is fizetni tudja majd a hitelét. Nagyon nagy kockázata van azoknak a hiteleknek is, amelyek már felmondás előtt állnak, nem tudni, hogy nekik újra aktiválják majd ezeket a hiteleket. A bankokat is terhelő különadóról a miniszter azt mondta, ha lesz plusz pénz a gazdasági növekedésből, a bankadót is felül lehet vizsgálni.